Né, essa mágica é por aí, tá? Hát jó lett volna a fórumra, csak hát. Dragi közben eltűnt egy pillanat. Aha, így jó. Szóval nem tudlak letenni izé kis ablakba, vagy izé tálcára. Na, üdvözlünk mindenkit. Megy a State of Play-be, látjátok, már elkezdődött a visszaszámlálás. Így jobban látjátok. Pont a visszaszámlálást nem látjátok. Lényeg az, hogy 13 perc van még. Áj, nem teszteltem a teljes képernyőt. Passzus. Na mindegy. Meglátjuk. Jó van. Beta stream. Telefonról ez még érdekes. Oké, egy pillanat. Át kell neked variálnom a kamera képedet, mert neked meg áttette kicsibe. Hát, vagy? Igen, most Dragi telefonról van velünk, úgyhogy azért ilyen érdekes. Igen, érdekes. Mert szervizbe van a laptopja. Pont sötétben vagyok, azt a feketeség ott nem szabad le. Jól van ez? Hol van ez? Na. 12 percünk van még. Visszateszem rá közben háttérbe a hangot. Kicsit így lehalkítom. Oké, kevesebb mint 12,5 percünk van. De mire számítasz? Mit vársz? Hát a új PSVR-t, ugye? Máról volt szó. Ha? Nem tudom, milyen future-ök lennének benne, de szerintem kb. Olyasmi, mint a Steam akar kihozni. Az, hogy hívják? Steam? Steam VR? Aha. Szerintem tuti biztos ahhoz hasonló. Tesztelésnek közben átteszem magunkat teljes képernyőre, de így már jó lesz. Oké, jól van. Na, így látjátok, hogy 11 perc, 44 másodperc van hátra. A kezdésig, hogy próbálom az egeret nem csesztetni. YouTube-on nézzük egyébként. Hoztam magamnak piát is. Én kíváncsi leszek nagyon. A Ubisoft eventen érdekes módon nem jelentették be a Game Pass-szel az együttműködést. Milyen érdekes, hogy a Ubisoft eventen nem volt róla szó. És aki nem tudja, most a Game Pass-szel együttműködik a Ubisoft, így a Game Pass keretein belül rengeteg Ubisoftos játékot ki lehet próbálni. Úgyhogy a Phoenix Rising, Immortals Phoenix Risingot például én így próbáltam ki. Ja. Úgyhogy hajrá. Az nekem amúgy is régen listán volt, hogy majd meg akarom venni, de így jobb most, hogy ki lehet próbálni, mielőtt pénzt adok érte. Annyi csak, hogy a Game Pass akkontot össze kell kötni a Ubisofttal, és ugyanúgy Game Pass-ből intézel mindent. Onnan átdob a Uconnect-be, és simán le tudod tölteni, ingyen kipróbálni, korlátozások nélkül. Nyilván az alapjátékot, tehát nem, nyilván nem ilyen Definitive Edition vagy Complete Edition-ök nincsenek benne, de ez teljesen jó. Na most, State of Play, hát szerinted lesznek, ez most hülyén hangzik, tudom. Szerinted lesznek PC-s bejelentések? Tehát mit gondolok erre, Last of Us? Ezt akartam mondani, és szerintem tudni biztos, hogy a Last of Us Part 1 benne lesz, mint PC megjelenés. Hát, illetve szerintem az új Spider-Man-nek még egy ilyen trigger. Érdekes, érdekes lehet. Egyébként jó a pólód. Most pont ahogy megemlítettük, ráesett a fény. Pont az van rajta. Aha. Na, ez érdekes volt. Vagy vicces volt, hogy pont akkor úgy ráesett a fény. Szerintem maradjunk is itt teljes képernyőn, vagy menjünk vissza addig, hogy hát, hogyha valaki jön a chatre. Hát nem tudom, mondhatunk. Oké, nem jön senki a chatre egyelőre. Az a baj, később van, szerintem ezt inkább Vodon fogják visszanézni. Tehát majd meglátjuk. Maradhatunk a képernyőbe.
szeretném ezt a Playzont visszahozni normális keretek között. Igen, ez jó lenne. Hogy remélem majd a jövőben már kicsit jobban össze tudunk egyeztetni. Ez már itt nézem. Úgyhogy terve van véve. Oké, jó, fasza. Jól van. Na, akkor maradunk itt teljes képernyőben, én azt mondom. Úgyhogy ennyi igazából. Nagyon, hát nem tudom. Valószínű, hogy megjönnek a AAA-s címek PS5-re. Mert ugye nem sok induló cím volt. Nem. Úgyhogy hát szerintem 90%-ban PS5-ös címek lesznek. Az elképzelhető, hogy még lesz, ami megjelenik PS4-re. De szerintem egyre kevesebb dolog lesz. Tehát nem hiszem, hogy nagyon izét, nem hiszem, hogy elkövetik azt a hibát, amit a Cyberpunk-kal elkövettek. Tehát, hogy egyszerre akarták mindenem megjelentetni. És a... Hát, amikor megjelent a PS-t, akkor azt mondták, hogy a PS4-esek 2 évig minimum biztos izé jönnek ki rá játékok, és szerintem ez a 2 év, ez most járna. Aha. A 2 éve megjelent a PS5. Aha. Ennyire repül az idő, úristen. Nem semmi. Hát nem semmi. Úgyhogy én továbbra is egyébként valga módon reménykedve várok arra, hogy készesztél a Microsoft és csinál egy olyan minőségi kontrollert, mint a PlayStation. Mert hát hiába reklámozzák az Xbox Elite kontrollert, tehát az egy PS5 kontrollerhez, de még egy PS4 kontrollerhez is mérten egy bit. Én viszont nagyon várom, amikor a PlayStation Plus kihozzák Európába. Igen, na most a State of Play-en általában trailerek vannak, csak zanzásítva, tömören rázúdítva. Szóval nem hiszem, hogy ilyen komolyabb bejelentések lesznek, mármint ilyen, ami az egész PlayStation-re vonatkozik, tehát magára a szolgáltatásra. Bárki tudja. Ki tudja, lehet. De nem hiszem. Már volt ez a PlayStation-nál, most ugye neked is mondtam, hogy 3 hónapig úgy angol címmel tudtam, de aha. Szerverek nincsenek, pedig amúgy jó között a szolgáltatás. Aha, hát igen. De most meg ezt felváltott a PlayStation Plus, aminek van 3 előfizetése, és a legnagyobb az PC-seknek is jó. Aha. Ott van a gép, van a PlayStation Plus alkalmazás, és hogyha jó lesz már Európában. Hát terjeszkedik. Havi 6100 forintért, és egy hónap 6100 forintért. 700 plusz játékkal lehet játszani, PS1, 2, 3, 4 és még 5-ös címekkel is. Aha. És vannak az új játékunkból 5 órás ilyen triál verzió, ki tudod próbálni. Hát a PlayStation-nek az erőssége mindig is az exkluzív játékok voltak. Na most ez a bajom például, hogy játszol PC-n egy Until Dawn-t, ami teljes mértékben kihasználja a kontrollert. PS-nál van játszott, és kihasználtam. PS-kontrollerrel? Igen. Ja, hát úgy oké. Okay. Úgy oké. Okay. Érdekes, az, mert... Azért váltottam az Xbox-os meg itt ilyet. Aha, mert... PS5-öst azért nem akartam, nekem ez a design alapból is olyan nem tetszik. Aha. Meg ez viszont nagyon fekszik a kezemre. Drági azért halk, mert már ott mindenki alszik a környékén, Mimi. És ő azért nem tud hangosan beszélni. Én nem tudok már rá hangot tenni, ő tud magára esetleg. De amúgy... Hogy Mimi? Nem Mimi, bocsánat. Jó, pillanat. Csak az elejét olvastam el. Visz drágmester. Oké, sorry. Mi van, milyen? Jó, van, hirtelen Mimit néztem. Hát én meg ébredezek, mert én még nemrég aludtam. Most 2 darabba aludtam 6 órát. Ez jó, esik a kezemben. Aha. Én nem tudom, fogásra
az Xbox kontrollerrel sincs, a Xbox One kontrollerrel sincsen gondom, mert nekem az van. Csak a PlayStation mindig ebbe volt erős, már a PSP-be is, ugye hát ott jött be a két analog stick. A... Én pedig tudod hányszor akartam PSP-t. Nekem volt, a PS Vita az... PS Vita az maga volt a Kánaán, ott elől-hátul touch felület, gyroszenzor, dőlésszög, meg mit tudom, csomó minden tudott volt, hogy úgy kellett játszani a játékot, hogy a kamerát kellett használni, meg ilyenek. Szóval iszonyatosan innovatív volt a PS Vita, kár hogy hanyagolták, nagyon. És szerintem a PS, szerintem a Sony az bánja most, hogy látja, hogy a Switch mennyire sikeres. Hogy egyszerűen mennyire van igény egy ilyen mobil gaming konzolra, és hát a Switch viszi most a piacot, ugye? Utána jön a Steam Deck, meg a mindenféle apró kis ügyük. Hát a Steam Deck az elég brutál lett. Gondolkozok rajta egyszer, majd 1856-tól 2926-ig terjedő időszakban össze tudok spórolni annyit egy Steam Deckre, mert nagyon jó platformnak tartom, de arról biztos, hogy nem fogok tudni streamelni, meg arról nem is érdemes, de minden esetre nagyon-nagyon-nagyon érdekes lehet, hogy azt úgy kitesztelném, mert állítólag csomó minden simán megy rajta, hát optimalizálják rá, na mindegy, most nem a Steamről van szó, hanem a State of Playről. Nagyon kíváncsi leszek. Állítólag terveztek a... Mi volt az az első roguelike játék, amit kihoztak PS5-re? Az az űrhajós. Ilyen idő loopos, időcsavaros cucc. Nem tudom, hogy melyik, amiben nem akarok játszani. Ő csaj volt a főszereplő. Nem jut eszembe a címe. Isti is játszott vele. Meg Nessai is. Na mindegy, annak is terveznek folytatást, én úgy hallottam pletykákból, persze meg nem erősített pletykából. Ó, pedig azt tudod, milyen rohadt nehéz játéknak tűnik nekem. Hát az nem annak tűnik, az az. Na most érdekes lesz, megemlítek olyat, hogy nagyon-nagyon előtérbe került most a Crash. Szóval még az is lehet, hogy Crash is lesz, új Crashünk. Crash Bandicoot. Szerintem. Több, mint elhihető amúgy. De csak tippelek. Na még egy perc, hölgyek, urak. Perc. Jó, még egy perc. Másodperces delay van, oké. Aha. Figyelj, most ebbe a pillanatban, hogy kimondom, 50 másodperc. 50. Akkor 3-2 másodperc. Aha. Na jó, van, az nem egy sok. Hát már valószínűleg ilyenkor már nem sokan streamelnek Magyarországon, és gondolom azért kevésbé leterhelt a szerver, vagy nem tudom. Na. Mindjárt kezdünk. Hát kíváncsi vagyok, nagyon. Valószínű, hogy kérdés nélkül ránk zudítanak minden, nem nagyon lesz belőle beszélgetés, hanem egyből jönnek a trailerek, úgyhogy majd figyelünk, meg esetleg utána egy kicsit beszélgetünk. Meg, hát közben megpróbáljuk kommentálni. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nagyon vár. Az a PS5-nek tűnik. Ez valami PS5 trailer. Oké. Real-time rendered footage. Captured for title development. Tekken! Ne! Új Tekken! Új Tekken, jó! Azt a kurva! Az ott izé, Kazuya, vagy hogy hívják? Jin. Kazuya Jin, azaz. Jin meg a Kazuya. Tudod mennyit játszottam annó a Tekken 5-tel PS2-n? De brutál jól néz ki, nézd meg a háttérbe is. Xbox 3-at, van meg PC-n a hét.
hogy na, végre meg tudták normálisan csinálni, nézd meg, hogy vizes, meg véres a teste. Mennyire baszt, kúra, rendes, és folyik le róla a víz. Én most vicc alapján 2015-ben volt a Tekken 7, én azt hittem, hogy ön be is fejezték a sorozatot, hogy abba is hagyták. Hát, így kell indítani a State of Play-t egy jó erős címmel. Azt a kurva. Hát ez így mindjárt nem szaroztak bele a közepébe. Ó, jó van. Jó fog ez kinézni. Azért gondolom nem véletlenül izét szakadó esőbe, viharba csinálták. Ott a Tekken 8. Ott a 8. Aha, PS5-re jelenik meg, hát ez várható volt. Oké, Bandai Namco nyomul. Mondok valamit, a Tekken 8 az Xbox-ra, PS-re és PC-re is megjelent. Nem tudtam. PlayStation VR, Tales from the Galaxy's Edge. Mesék a galaxis széléről. És VR-ba. Egy évvel ezelőtt azt mondták, hogy nem fektetnek túl nagy hangsúlyt a VR-ra. De akkor lesz PSVR 2, vagy már van? Na, szerintem megérkezett a grafika, amit annyira vártunk. Szevasz István! Üdv! Szevasz István, hello! Na, végre kezd a VR a megérdemelt szinten lenni. Oda néz a Sleepy-ónak rendesen látszott koszos a teste. Hát ez ilyen Vader Immortal grafika. Ez nagyon jó lesz, és akkor valószínűleg hogy ez majd nyomják a izét. Nyomják a contentet. Oké, PSVR 2. Hát a kérdésre választ kaptam. Ó, ez ilyen kártyás táblás játék. Karakteranimáció nagyon nincsen benne. Ahogy elnézem, csak nagyon kevés. Látod, hogy a figurák csak így megremegnek. 20 oldalú dobókocka, tipikus RPG asztali társas. El van benne azért karakteranimáció, és mint a Battle Chess volt annak idején. Érdekes, érdekes. Demo. Jó van, oké. Demio brings the creativity and chaos of a tabletop RPG to PSVR 2. Asztali RPG, nagyon jó. Ez érdekes koncepció így VR-hoz képest. Mi van? Miért a Sega az japán exkluzív lett? Azt mondta, hogy most először lesz Japánon kívül elérhető. Jó, 1867, egy magányos szamuráj. Valamiért a Yakuza jutott az eszembe, de ez nem az. Lehet, hogy izé? Lehet folytatása? Nem, az nem az. Yuga Gotoku, Studio. Jól néz ki. Jó, itt lesz paradicsom lé bőven. Az igen. Hát ez Rated R lesz elég erősen, ez a játék.
Aishin. Érdekes. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. I think you will find my gems. Harry Potter. Azaz. What's the catch? You are wise to be wary. Why is your mistress selling the shop? She has had rotten bad luck with the last few tenants. Jó lesz ez. Az jó. Júj, ez, az a folyosó, ez, ez tiszta izé, Max Payne 2. Arra emlékeztetett, amikor lázálomba van. Én nem vagyok annyira benne ebbe a Harry Potter univerzumba, szóval nem tudom, hogy ez most standalone story lesz, vagy... Ja, Hogwarts legacy. Hogwarts öröksége. Ez már van PC-n, nem? Haunted Hogsmeade Shop. Oké. Okay. Február 10, 2023, és ez jön PS4-re is, szóval jó hír a PS4 tulajoknak. Hát persze. A PC-s bejelentés lesz, azt tudja, hogy a legvégén lesz, ha lesz. Hát az biztos. Egy picit koppanjon le. Ez egy kicsit második világháborús hangulatot idéz eddig. A lófaszt! Bocsánat. Nem, jó, hirtelen azt hittem, már majdnem elkiabáltam magam, hogy Silent Hill. Pedig akarnak csinálni ilyet? Igen, hallottam róla, hogy végre sikerültek, végre megegyezett a Konami. És Kojima úr, végre megegyeztek. Hát végre. Elég nagy meccs volt kettőjük között. Egy instabil front jön. Azt mondja, hogy azonnal menjél óvóhelyre. Ez mi? Addig a Ghostbusters jutott eszembe a trailer. A film trailer eddig. Hát érdekes. Uha. Mi ez? Mi van? Autóvezetős szimulátor lesz? Pacific Drive. Ha, érdekes. Pacific Drive. Pacific Drive Game. Hiába hogy van. Survive a ride from hell in Pacific Drive. The debut game from Ironwood Studio. Érdekes koncepció. Csak egy kicsiknyi 13-an lett. Na, PlayStation Stars. Nézzük. Hi everyone, I'm Grace Chen. Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. Okay. It's designed to celebrate you. Új hűségprogram lesz. It will be free to join PlayStation Stars. As a member, you can complete various activities to earn points that can be redeemed for rewards. Oh, okay, so ez egy ilyen közösségi platformszerűség lesz. These are digital representations of things that PlayStation fans love. Today, I'm pleased to give you a sneak peek at some examples of our digital collectibles. Okay, digitális gyűjthető tárgyak lesznek. Whether it's a beloved character or cherished device from Sony's innovative history, there will always be something new to collect and show off to your friends. Akkor ez valószínű olyan lesz, mint a platinázás kábel. And I have more good news. PlayStation Stars will begin to roll out in some regions in Asia, starting in late September. It will launch in the Americas and Europe in the weeks that follow. Ó, szóval, hogy ez az, ami nem volt elérhető Japánon kívül. Szóval ez egy közösségi
platform PS fanoknak. Amit most bevezetek. Arthur C. Clarke. Az jó felütés eddig. Mi? Ghost in the Shell? Vagy mi a franc? Nem, csak nagyon hasonlít. Fújan, Scarlett Nexus-os érzésem van. Nekem pedig a Sogó jutott eszembe róla. Mobile Armor Division volt régen, hogy... Aha, az egy ilyen kis japán stílusú MechWarrior. Jó sok közé originál cím lesz, ami még nem volt. Az biztos. Singularity. Ezek még olyanok, amit most még vagy videót, vagy még néha megjelenik. Nézse. Tudunk egy-kettőről. Mindegyik eddigi 2023-ra volt jövőben. Na, PS5 exkluzív lesz. Na nézzük. Vagy pedig esetleg még az új farkasról tudnék videót. Ez nagyon cyberpunkos kinézet. Ez nagyon. Mármint a hangulat. Az emberiség elveszett. Akkor ez is valami posztapokaliptikus valami szerűség lesz. Oké, elhagyott város. Semmi közepén épült, ez az 100 000 ember volt itt. Jól néz ki egyelőre. Világ, nincs probléma. Hú, attól a csáv, amilyen divizionos érzésem. Elég sok helyen kimerültek az energiák, és azért lesz ilyen nagy sötétség. Uha! Csak nem egy Souls-like játék lesz. Hát inkább egy olyan, mint egy Devil May Cry-hoz hasonlít szerintem inkább. De hát ezt senki tudja. Úgy nézze, hogy mind ilyen nagy ellenfeleket mutat. Nem látok kis ellenfeleket, nem egy ilyen slash-es valami. Aztán lehet, hogy tényleg nem slash-es. Hát majd kiderül. Project Eve. Nekem ezt tetszett. Slatter Blade. Nekem ez bejött. PlayStation 5 exkluzív. Hát nem csodálom, a megjelenését tekintve rohadt jól nézett ki. Hát, igen. Hack and Slash, István. Jó van, meglátjuk. Na, én is arra tippeltem, hogy Hack and Slash, csak... Na, ez is valami ízé. Ó, ez valami történelmi cucc. Hát ez sas. Ez a már látszik. 1863 Japán.
Team Ninja. Ó, ez a Shogun idejében játszódik. Hát igen, az a japán AC. De nem AC lesz ez, hanem mint a... Mi volt a másik? Japános, harcos. Most volt. És ezzel akarok is játszani. Ott van a maszk, a szekrényemen. Tudod? Rise of Ronin. Azt tudni kell a... Azaz Ghost of Tsushima. Azaz. Azaz a Ghost of Tsushima. Az is PS5. Addig azt mióta akarom tolni, egy jó 2 éve megjelent már a játék. Az... Azt nem tudom, tudjátok mi az a Ronin. Ronin a gazdátlanná vált szamuráj. Ugye, mert ők zsoldosok voltak. És amikor a nemes uruk meghalt, akkor gazdátlanná váltak, ők voltak a Roninok. Hoppá. Gáda forrad. Hallod, ott lesz alatt, hogy alszó PC, akkor van. Menj a francba, már micsoda izé. Farkas volt ott. Külön kontroller. Hát ez egy színre fújt exkluzív kontroller. Azt sose tudtam megérteni, hogy más színnel kiadnak valamit, az miért exkluzív. Oké. Már megint leteszi az összes fegyverét? Ezek szerint úgy. God killer. Levágta a haját. Ó, szövetségesünk lesz. All that blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. Okay, szóval a gyerek körül fog forogni a történet. All that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Pretender God! For the old father! Okay. Jó van, lesznek itt is intenzív harcok. Az biztos. Sokan azért... azért reklamáltak, hogy a láncos pengét nagyon későn kapod vissza. Itt elvileg már az elejétől használni fogod. Elvileg. Oké, itt is lesznek ezek a rejtvény feladványok, hogy mik ezek. Meg... Szóval igazából Kratos nem tud kibújni a bőréből. Szóval napfogyatkozás lesz. Az igen. Látványra most se lesz panasz. Az ott Thor volt? Igen, ő volt. Mi lesz itt, a jó Isten?
Az biztos. És jön PS4-re is. Azt a kurva. Rendesen kirázott a hideg. Engem is. November 9-én. Hát ennyi. PC-s bejelentés nem volt. Hát, majd most jön. Ja, mondta, hogy see you next time. Ja, ennyi volt, see you next time. Na. Hát, az az igazság, hogy ez mindig ilyen intenzív. Ez mindig ilyen intenzív. Hát, nem volt semmi. Hát... Nekem tetszett. Attól függetlenül, hogy... Gyakorlatilag semmi nem volt benne, amit vártam, és mégis csomó minden más volt benne, amit nem vártam. Például a Tekken-el indítani, hát az egy nagyon erős felütés volt. Én szerintem a sírba lettem volna, kitaláltam volna, hogy milyen játékot, amit elindítanak. Tököm tudta volna, hogy Tekken-el indítanak. Figyelj, erős volt az eleje, erős volt a vége, kettő között megszórták egy csomó új IP-val, egy új, csomó új címmel. Egyik se nézett ki szarul, azt leszögezhetjük. Nagy az japán meg anime volt egy kicsikét, de azért ezek a jobb fajták voltak. Szóval. Ez érdekes lesz, hogy a PlayStation Stars az majd, most már lesz mindenhol, Ázsiába, Amerikába, Európába, mindenhol. Ez érdekes lesz, majd kíváncsi leszek, hogy ez mit fog tudni. Azt tudjuk azt, hogy a japánok azok nagyon rá tudnak kattani minden ilyesmire, mert minden szart össze kell gyűjteni, összes Pokémon, meg összes izét, jelvényt, meg mindent. Ó, Szabi, nem mond, van egy-két ismerősöm, aki ilyen, vagy a mindegyik, akinek csak PlayStation van, mint a Platina, nem mondom, mindenki platinázni, kitolom azt utána, hát én mindenki vigyem a játékot végig ötször, kiplatinázom is. Valami lesz több a játékban, vagy valami, semmi. Hát most ide figyelj, annak idején a Max Payne 1-2-re én annyira rá voltam kattam, hogy addig nem nyugodtam meg, amíg az összes létező nehézségi fokozatom, plusz a izét, azt az időre menős kihívásszart nem teljesítettem fúra. Van ez így, az ember beszippantja valami, akkor szeretné kimaxolni. Az jó is, mert... Nem mindegyik játékot platinázzák ki. Egy játékot, amit kiplatináznak, az azt jelenti, hogy megdolgozott a pénzéért az a játék. És szórakoztatott addig. Jó, nem kell bemutatni, mint nálam a Cyberpunk, hogy fél év alatt 4-szer kitoltam. Na hát ennyi. Ennyi. Én nekem, hát az AC4 volt az, amit 3-szor vagy 4-szer végigjátszottam az új játékok közül. Meg a No Man's Sky volt az, amit rengetegszer újrakezdtem már mindenféle irányba elmenve vele. Majd azt is egyszer lesz folytatva. Na mindegy. Srácok, nem húzzuk az időt, mert tudjuk, hogy reggel mindenkinek meló. Nekem meg most mindjárt meló, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nekem is reggel meló, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Lesz most volt. Már, elvileg lesz most már rendszeresen Playzone, de most ugye ezeket az eventeket nem hagytuk ki. Illetve hát, hogyha így tudjuk előre mindig pontosan, hogy melyik event mikor lesz, akkor igyekszünk közvetíteni nektek. Hát most így sikerült, bocsánat, hogy Draginak csak telefonos közvetítése van, de hát összehoztuk. Úgyhogy ennyi, tehát a jövőben is fogunk jönni. Megpróbáljuk visszaállítani azt a rendszert, az a havi egy Playzone, illetve hogyha event van, akkor azt közvetíteni. Meglátjuk, hogy sikerül. Úgyhogy elköszönünk tőletek. Szevasztok, gyertek legközelebb is. Szevasztok. Jó éjszakát. Jó éjszakát.